Thank you.
Csak nem elég, csak nem fejezted be.
Nincs már poharam, elfogyott, bocsánat. Ha miért nem hoztatok magatokat poharat? Elfogyott? Ennyit adtak. Én, de a Józsi Dázs ott a bor, mert nincs pohar. Hoztatok poharat. Hát, ez van. Akkor adod a kancsókat, vigyék. Mi? A kancsókat. Szári, hogy szállol a kibírtuk ezt a mai napot is, úgy hallom, túl közelítettek a hangszoróhoz. Picit hangos voltam, bocsánat, elnézést kérek tőletek. Viszont aki már beért, vagy még nem, az most készülésre, most van az egyik fő attrakciónk. A többin kívül, ami még ezután következik, hiszen tele vagyok hölgybébe. Hölgynek öltözött fiúval, illetve fiúnak öltözött hölgyekkel. Megmondom őszintén, most már nem is tudom, hová tegyem magamat, hogy most fiú vagyok-e, vagy lány. Viszont biztos, hogy akire ráköszöntem útközben, 10-ből 9 nem ismert meg, és megkérdezte, hogy hívnak, mondtam, hogy még mindig Juhászik István nevű fia vagyok, aki ma este az ételt megtölti a hangjával a zenekarokon kívül, remélem. Viszont, ha egy pici teret hagyunk ott középen, akkor hamarosan mennyasszony tánc fog következni. Viszont kérjük a mennyasszony majd közelebb. És mivel szokás, amikor összeadták őket a templomban, akkor a mennyasszony csokrot hátra dobja, hozzad egy kést. Nem kell sikerült kibogozni, a mennyasszony csokrot fogja hátra dobni az újdonsült szűzleány. Az nem Marika, tehát ezt csüleges banditól állítom, hogy ő nem a szűzleány. Bácsi! Viszont a szűz mennyasszonyunk fogja hátra dobni legesleg először a csokrot.
És aki szeretne nem térhez menni, érte térhez menni, akkor legyen szíves. Vagy elkapja, vagy nem kapja. Én láttam egy sörreklámba, hogy valaki vívóda szaladt és gyorsan elkapta. Nehogy ne kelljen ősülnie. Tehát akkor élőzenével következzék a mennyasszony tánc. Woo! Itten volt megtal a vívóra, valaki elkapta. Valaki valahová.
mondjuk a... Ha lesz éjszakát, esetleg Józsi bácsinak szólunk, hogy rögzítse videóra, tehát... Nagy tapsot az ifjú párnak. És ehhez még nekem is lesz néhány szavam. Mondanék én csúnyát, de nem visz rá a lélek. A mennyasszony arcától még nappal is félek. Azt mondják sokan, a külső nem lényeg. Nem tehető róla, ilyenek a gének. Ne sírjon a vőlegény a lakodalmán utólag. Többeknek meg volt már az arra futólag. Készüljön fel inkább a nász éjszakára, nehogy csődöt mondjon az a szegény pára. Az ifjú párnak mondom, várjuk már a gólyát. Sztár vendéget hoztunk, hogy megadjuk a módját. Sajnos nem tudod elgyűnni, Hey, itt vagyok én helyette, tehát most már lassan nézzük meg a fiatalok, az iskolások, óvodások műsorát. Köszönjük szépen, szuper volt ez a lagzi. Talán egy picit én is hozzájöttem a végén, addig is. Egy picit ide a dobogó felé majd, akit esetleg nincs messze, vagy messzebb van és nem látja őket, akkor picit közelebb jöjjön hozzám. Tehát hölgyek és urak, kedves felvonulók, kedves látogatók és nézelődők, nagypapák, nagymamák, unokák és mindenki, aki eljött ide ma este. Ezen a nagyon szép vasárnapi napon, amikor az apci született ünnepeljük. Nézzük és tapsoljuk meg reges meg először az apci óvodásokat nagy tapsal, szerintem sokkal bátrabban lesznek. Köszönjük szépen! Stop!
kollégáknak. Köszönöm szépen a fellépésüket. Köpönyekbe, piros köpönyekbe, piáci körbe, táncol a zöldse,
Használj, és tökéletes volt, hogy mondtam az apát, hogy csinálj, és átad iskola, az volt a gyerekesen. Bocsánat, bocsánat! Szerencsére sátoros iskola felső tagozatosainak a milyen tánccsoport, tánccsoportja így van, közös tánccsoportja, és ők a felsősek, felkészítőjéket nem mondom, mert mindig szégyenli, hogyha bemondom a nevét, hogy Szurányi és Zsák Zsuzsanna volt, és akik előtte felléptek, őket pedig Fehérné Veszelka Anita készítette fel őket, és be fogom mondani az óvodásokat is, de most egyelőre jöjjönnek a felső tagozatosok.
tapsolt, ezért nem hallom valószínűleg. Nem csak azért, mert nem tapsoltok, tehát köszönjük szépen. Még voltak az Apáci Cseréhány Sátoros Iskola. Társas tánc csoportjának felső tagozatosai. Nagy tapsolt nekik, köszönjük szépen. Nem olyan piros lesz a tenyered. Legalább nem mondhatják rá, hogy lentültött fürös borral.